Hello mindenkinek! Mára egy rövid termékbemutató videóval érkezem, ugyanis voltam egy találkozón, amit az Avon rendezett, ugyanis meghívott minket az Avon, minket YouTube guruslányokat, vagy azokat, akik weblapot vezetnek, vagy bármilyen szépségápolási, szépséggel foglalkozó oldal. És szeretném nektek megmutatni, hogy milyen termékeket kaptam ezen a találkozón. Legelsőnek akkor kezdem az alapozóval. Kezdem akkor először, megmutatom a dobozát. Extra lasting alapozók, tehát extra tartóságúak az alapozóik. Ugye ilyen dobozban érkezik, és ilyen az üvege. Kettőt is kaptam, két árnyalatot. Ez a két alapozó, amit kaptam. Még nem próbáltam ki az alapozókat, de ígérem, az egyik videóban ki fogom próbálni. Most pedig a rúzsokat fogom megmutatni. Az első rúzs, ez egy piros rúzs, és az Avon kitalálta, hogy most már üveges lesz a teteje a rúzsoknak, úgyhogy amikor elmész vásárolni, nem kell kipróbálni vagy levenni a tetejét, felbontani a csomagolást, hanem most már bele tudsz nézni anélkül is, és meglátod, hogy milyen színű a rúzs, vagy milyen az árnyalata, anélkül, hogy ugye kibontanád a csomagolását. Úgyhogy ez egy piros rúzs. A következő rúzs pedig egy nude rúzs, egy matt rózsaszín. Mégpedig egy ilyen meleg rózsaszín színe van. Úgyhogy ez egy füstös sminkhez abszolút megfelel. Következő rúzs. Már alig vártam, hogy legyen egy ilyen rúzsom, ez szinte fekete, de egyébként nagyon sötét bordó. Ez egy nagyon meredek szín, eléggé bevállalósnak kell hozzá lenni, de mivel én találtam egy sminket, ami engem nagyon megfogott, és ott ugyanilyen sötét rúzst használ az a sztár, ezért azt majd el fogom nektek készíteni ezzel a rúzsral. Jó, most következzenek a szájfények, ezen szintén felhagytam a csomagolást, de megmutatom nektek. Ez egy ilyen sötétebb rózsaszínű szájfény. Sőt, kicsit már piros a tónusa. Egy másik fényes rózsaszínű szájfény. Valamint egy ilyen barack színű szájfény. És ez szintén extra lastinges, ez a szemhéjtus, amit ha felkensz magadra, tehát hogyha használod, akkor, és csak vízzel, vagy szappanos vízzel, tusfürdővel, vagy bármi ilyesmi módon szeretnéd lemosni magadról, akkor nem jön le. Tehát, hogyha elmész egy strandra, vagy akár a Balatonra, és csak egy szemhéjtust húzol magadnak, hogy mégis a fotókon jól néz ki, akkor ez nem fog lejönni a szemedről a nap végén, hogyha nem akarod. Tehát, hogyha nem egy sminklemosóval erősen mosod le, akkor ez nagyon tartós, ez a szemhéjtus. És akkor már csak a két paletta maradt, amit kaptam. Ez az első paletta, és most már számozzák a szemhéjpúdereket, hogy a laikusok számára is egyértelmű legyen, valamint ez egy segítséget ad, hogy melyik színt hová kent fel, hogyha nem tudod még használni. A dobozán pedig el tudod olvasni, hogy melyik színt hol használd. Tehát szerintem ez abszolút jó ötlet, és sokat segít. Úgyhogy itt a következő paletta, ezekben kék árnyalatok vannak. Úgyhogy ezeket a termékeket kaptuk mindannyian, akik elmentünk erre a találkozóra. Ez egy nagyon hasznos találkozó volt, hogy megismertük az új termékeiket, az újításaikat, az új ötleteiket. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a rövid termékbemutatós videóm, és már alig várom, hogy kipróbáljam a termékeket videó keretében is. Tehát a mai videó egy kicsit rövidebb. Sikerült, mint a többi videó, de egy rövid termékbemutatót mindenképp akartam ebből az Avon termékekből, hogy megismertessem veletek ezeket a termékeket. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, sziasztok!